Fehér homokos tengerpartok, égig nyúló pálmafák és végtelen kék tenger. Te is biztos álmodoztál már egy ilyen nyaralásról. Van egy ország a csendes óceán közepén, ami pont ilyen földi paradicsom, és bár nincs Eiffel-tornya, mint Párizsnak, Kolosseuma, mint Rómának, vagy Burj Khalifája, mint Dubajnak, cserébe állandó a nyugalom, ugyanis a kutya nem látogat ide. Egyszerűen senkit sem érdekel. De vajon milyen titkot rejtegethet Tuvalu, hogy évente alig pár turista nézi meg? És egyáltalán hogy lehet elutazni ide a világ végére? 2023-ban a Tuvalura érkezett 3700 külföldivel a látogatottsági lista abszolút legalján szerepel ez az apró ország. És ez már egy 1000%-os, azaz 10-szeres növekedés utáni szám. 2022-ben az utazási korlátozások miatt kevesebb, mint 400 ember érkezett a szigetcsoportra. Pedig olyan helyek is vannak a világban, mint Észak-Korea, vagy a politikai konfliktusairól hírhet Szomália. De Tuvalun nincs se diktatúra, se polgárháború. Akkor vajon miért nem érdekel senkit sem ez az ékszerdoboz? Azt tegyük hozzá gyorsan, hogy az egész hely nem túl nagy. 26 négyzetkilométeres méretével valamivel nagyobb csak, mint Gyál, viszont alig 12 ezeres lakosságával nagyjából fele annyian élnek Tuvalun, mint a Pest megyei településen. Bár a lakosság számhoz képest nem vészesen alacsony a látogatók száma, abszolút értékben mégiscsak a lista alján található. Kvázi elhagyatottságát, vagy hát inkább elszigeteltségét jól mutatja, hogy még vezetékes internet sincs, és bár tervezik, hogy rácsatlakoznak az óceán mélyén futó nemzetközi optikai kábelre, egyelőre csak műholdas internet van Tuvalun. Tegyük hozzá, a világ sok részén problémás internetezni. A meglévő mobilneted egyértelműen kuka, akár Tuvaluba utazol, akár csak pár órát repülsz valamerre. Ahogy elhagyod az EU-t hirtelen, rengeteg pénzt kell fizetni a lassú vagy épp kevés adatforgalomért is. Na, épp ezen segít mai videónk szponzora a Széli, ami egy nemzetközi eSIM szolgáltató. Tehát reptéri sorban állás és SIM-kártyavásárlás nélkül juthatsz olcsó, stabil és biztonságos mobil internethez több mint 160 országban. Csak egy applikáció kell, kiválasztod a célállomást és hogy hány gigabyte adatforgalmat szeretnél, és már csatlakozhatsz is. Sokszor a helyi szolgáltatók árának töredékéért, természetesen roaming díjak nélkül. Édesanyámék például rendszeresen járnak Egyiptomba, ahol jó sok pénzt fizetnek kevés, szakadozó és lassú internetért, de a mostani őszi útjukon már ők is a Szélit használják inkább. Főleg, mivel a 10-es lista kuponkóddal most 15% kedvezményt kapsz bármelyik kiválasztott csomagárából, bármelyik úti célországba. Töltsd le a Széli appot iOS-re vagy Androidra, használd a 10-es lista kódot a vásárláskor, és biztosítsd be a lehető legjobb internetet a következő utazásodhoz. De visszatérve Tuvalura, lehet itt strandolni, sétálni, búvárkodni, motorcsónakozni, helyi boltokat látogatni, vagy második világháborús helyszíneket felkeresni. Szóval nem mondhatjuk, hogy csak unatkozni lehet. A sziget gyönyörű pálmafás homokos strandokkal vár mindenkit, illetve rengeteg a korallzátony és a víz alatti látnivaló. Viszont az előbbi felsorolással igazából már ki is maxoltuk a tuvalui program lehetőségek listáját. És valljuk be, ilyen dolgokat azért elég sok helyen lehet csinálni a világban. A szigetcsoport ezeket a programokat stabilan hozza, de nem tartogat más izgalmakat. Jó, valljuk be, a csendes óceáni szigetek amúgy sem tartoznak a legkedveltebb turista célpontok közé. Messze vannak egymástól, és különösebb látnivalót nem igazán találunk rajtuk, nem véletlen tehát, hogy nagyon kevés turista látogatja meg őket. Tuvalura a Fiji Airways csak hetente két járatot kínál, de az alacsony érdeklődés és a nem túl fejlett infrastruktúra miatt szinte mindig érdemes késésekkel vagy akár kimaradásokkal számolni. A nem túl nagy légcsavaros gépekre felülni ráadásul rendkívül drága is. Fidzsiről egy retúrja egy nagyjából $800, vagyis mintegy 290 000 forintba kerül. Azért pedig elég kevesen nyúlnak a zsebükbe, hogy egy kisebb vagyonért felkeressenek egy nem túl izgalmas országot. Mivel az egyes szigetek több száz kilométerre vannak egymástól, így a Tuvalun belüli utazásokra hidroplánokat és kompokat használnak. A főszigeten Funafutin leginkább motorral vagy biciklivel közlekednek, de autóból is akad néhány darab. Egyrészt a Nanumea, Nui, Nukufetau és Nukulele gyűrű alakú atollok tartoznak hozzá, amik bár nem nagyok, mégis szinte mindegyiken találunk valamilyen infrastruktúrát. A tuvalui szemmel nézve egész nagy zátonyszigeteken, Nanumangán, Niutaon, Vaitupun és Niulakitán pedig már kisebb települések is vannak. A fő atoll pedig a már említett Funafuti, ahol az ország lakosságának egyharmada él. Ez a kormányzati és kereskedelmi központ is. A földrajzi izgalmak mondjuk itt véget is érnek. Domborzatát tekintve pedig szintén dögunalom Tuvalu. A szigetek a legtöbb helyen 3 méter magasan sem lógnak ki az óceánból, az ország legmagasabb pontja pedig még egy kétszintes ház magasságát sem éri el, mindössze 4,6 méter magas.
Folyók vagy patakok nincsenek, így a helyiek az édesvizet kutakból vagy az esővízből tudnak szerezni. Abból mondjuk van bőven, évente átlagosan 2500-3175 mm hullik, ami például az 500-800 mm-es átlagos magyar adattal összehasonlítva elég sok esőnek tűnhet, és az is. Ehhez jön még hozzá a 30 fok körüli átlaghőmérséklet, ami szintén hozzájárul a trópusi klímához. Ez a két dolog viszont nem elég jó a mezőgazdasághoz. A talaj rossz minősége miatt nem lehet akármilyen növényeket termelni, viszont a kókusz, a banán, a kenyérfa, a taró nevű gyökérzöldség és a csavarpálma megélnek Tuvalun. Emellett sertést és csirkét tenyésztenek, valamint a természet ad nekik halat, kagylókat és madarakat, amelyeket szintén meg tudnak enni. Ez azonban még mindig nem elég, így az ország külföldről kénytelen élelmiszert behozni. Tuvalu tehát hiába nehezen elérhető, egyáltalán nincs elvágva a külvilágtól, sőt, ha ide tervezünk nyaralást, túl nagy nyelvi akadályaink sem lesznek. Angolul szinte mindenki beszél, még az iskolában megtanulják a helyiek. Egyébként a nyelvük a szamoai nyelvvel áll rokonságban, a tuvaluiak pedig polinézek. 1861-ben a keresztény hittérítés elérte a távoli szigetcsoportot, és mára majdnem mindenki keresztény. Az ország lakossága korábban nagy ütemben növekedett, de a tudatosabb családtervezés ezt erősen lefékezte. A helyiek 10%-a már nem a szigeten lakik, a külföldi tanulási lehetőségek mellett a Mikronézia régióhoz tartozó Nauru foszfátipara is porszívóként szívja magához a tuvaluiakat. Aki nézi a csatorna videóit, emlékezhet Naurura, ami a történelem egy pontján a világ leggazdagabb országa volt, majd teljesen tönkrement. De ez egy másik videó témája. Na, eddig lehet, hogy nyomasztónak hatottak ezek az információk, de Tuvalu valójában annyira nem unalmas hely. Sőt, történelmét tekintve bőven tartogat érdekességeket. A szigetország története a 14. században startolt el, ekkor érkeztek az első telepesek Szamoáról. Aztán később jöttek még ide élni Tongáról, a Cook-szigetek északi részéről, Rotumáról és a Gilbert-szigetekről is. A legkisebb és legdélebbi szigetet, Niulakitát csak később népesítették be az európaiak. Az ország elnevezése még az ezt megelőző időkből származik. A 18. században benépesített 8 szigetről kapta a Nyolcak szigete, vagyis helyi nyelven a Tuvalu nevet. De várjunk, egyáltalán mit kerestek itt európaiak? Míg a spanyol felfedező Álvaro de Mendaña de Neira jutott el ide egyik utazása alkalmával. Igaz, sokat nem foglalkozott Tuvaluval, és csak jóval később, az 1820-as évektől kezdve alakultak ki komolyabb kapcsolatok Európával. Elsőként kereskedők és bálnavadászok érkeztek ide, de nem csak Európából, hanem például Perúból is jöttek ide hajók. Ők már nem voltak ennyire jó fejek, ugyanis 1863-ban 400 nukuléléi és funafuti lakost vittek el magukkal, rabszolgának. Elsősorban az ausztráliai Queenslandbe, a Fidzsi-szigetekre, Szamoára és Hawaii-ra vitték őket, és hát ültetvényeken kellett dolgozniuk. Ezzel az emberrablással akkor 2500 főre esett vissza a szigetcsoport lakossága. Ez Trianon méretű törés volt az ország életében. A helyiek ezután sokkal fontosabbnak gondolták azt, hogy hatékonyan meg tudják védeni magukat, így nagy örömmel fogadták a hozzájuk érkező londoni missziós társaság szamoai lelkipásztorait. Nekik is köszönhető, hogy a kereszténység 1900-ra erős gyökereket eresztett. A lakosság túlnyomó többsége ma a helyi protestáns egyházhoz tartozik, a hittérítők érkezésével viszont elég hamar brit fennhatóság alá kerültek. Mint mondtam, nem bánták, mert így legalább a rabszolgakereskedőktől védve voltak. A terület Ellis-szigetek néven 1892-ben a brit protektorátus, majd 1916-ban pedig a Gilbert és Ellis-szigeteki gyarmat része lett. És hogy mit jelentett ez a gyakorlatban? A Funafutiban működő kormányt egy körzeti tisztviselő felügyelte, de a kormányzati szolgáltatások ezzel párhuzamosan folyamatosan bővültek. A helyiek a Gilbert-szigetek gyarmati fővárosában, esetleg a Banaba-szigeten vagy Naurun tudtak munkát keresni. Bár a II. Világháború is bekopogtatott az országba, túl nagy fordulatot nem hozott ez az időszak. Több szigeten állomásoztak amerikai erők, de Tuvalun vagy a közelében semmilyen egymásnak feszülés nem volt. Nem úgy, mint a 60-as években. A Gilbert és az Ellis-szigetekiek között ugyanis faji ellentét és a munkahelyekből adódó feszültség ütötte fel a fejét. Az Ellis-szigetekiek kihasználták a lehetőséget és addig ütötték a vasat, amíg meleg volt. Követeléseiknek köszönhetően 1974-ben népszavazást írtak ki a vállóperről. 1976. januárjára külön gyarmati státuszt kaptak, majd 78-ra Tuvalu néven függetlenné tudtak válni. Ennyire kis országként nem volt könnyű dolguk, de vajon hogy tudtak teljesen független államként helytállni? Kezdetben kénytelenek voltak kiépíteni egy mini nemzet működtetéséhez szükséges infrastruktúrát. A politikai függetlenséget és a gazdasági életképességet külföldi segítséggel tudták elérni.
1996 és 2002 között Tuvalu valóságos gazdasági csodagyerek volt, évi átlagos 5,6%-os GDP növekedéssel. Aztán a nagy lendület megtorpant, és 2002 után már nem volt ilyen fényes a helyzet. 2008-ra a GDP növekedés mindössze 1,5%-ra zuhant, Tuvalut pedig rendesen megtépázta az üzemanyag és élelmiszerárak globális szárnyalása. Ennek köszönhető, hogy az infláció is az egekbe szökött, 13,4% volt az éves pénzromlás mértéke. 2008-ban Tuvalu GDP-jét tekintve az utolsó lett a világ összes országát felsorakoztató rangsorban. Aztán a következő évtizedben újra sikerült egy kicsit gatyába rázniuk magukat. 2019-ben már 13,8% volt a GDP növekedés, aztán történt valami. Igen, jött a Covid. 2020-ban 4,3%-kal esett a főgazdasági mutató, és bár 2020-ban már újra emelkedtek a számok, még mindig kevesebb, mint 2%-kal. 2022-re ide is bekopogtatott az infláció, megint, és 11,5%-ra emelkedett, de idénre már újra javult a helyzet, és 4,1%-ra mérséklődött a pénzromlás. Tuvalu jelenleg alkotmányos monarchiaként működik, az országot a helyi egykamarás parlamentből irányítják. A képviselőket a felnőtt lakosok választják meg, és képzeld, politikai pártok egyáltalán nincsenek. A miniszterelnököt a parlament választja. A kormány mindenkinek biztosítja az általános iskolai tanulás lehetőségét. Egy egyházi megállapodásnak köszönhetően a kiválasztott tanulók középiskolába is járhatnak. Az egészségügyi ellátás szintén ezen a nem jó, de nem is tragikus szinten van. Bár minden szigeten van valamilyen egészségügyi személyzet, a rendes orvosi ellátás csak Funafutin áll rendelkezésre. Ami viszont szinte egyáltalán nincs, az a bűnözés. Az ország börtönében sokszor még 10 sem ülnek. Igazából Tuvalu annyira érdektelen és jelentéktelen hely, hogy még a korrupció is elkerüli, emellett bűnszervezetek sem nagyon fordulnak elő. Nincs annyi ember, hogy egy rendes maffia szerveződjön. Persze, hiába van szinte a semmi közepén az ország, a globális piaci folyamatok rájuk is érvényesek. A szélsőséges klíma okozta mezőgazdasági visszaesés, az élelmiszerár növekedés, vagy az orosz-ukrán háború mind közvetett hatással vannak Tuvalura. Ha más országokban emelkednek az árak, az az ő gazdaságukat is próbára teszi. Ennek oka, hogy jóval több élelmiszert hoznak be külföldről, mint amennyit maguk meg tudnak termelni. Az élelmiszer mellett az üzemanyagot és egyéb termékeket is importálnak. Lássuk be, hogy igazából szinte mindent. Az ország legfontosabb kereskedelmi partnerei közé a Fidzsi-szigetek, Ausztrália, Új-Zéland és Japán tartoznak. De ha szinte mindent úgy hoznak be ide, akkor mégis miből szereznek pénzt? A kormány bevételeinek nagy része a halászati engedélyek értékesítéséből, postai bélyegek kibocsátásából és egy Tuvalu segítésére létrehozott nemzetközi alapból származik. Valamint az országhoz tartozó doménnevek eladásából is tudnak pénzt szerezni. Tehát megpróbálnak abból a kevés dologból gazdálkodni és valamicske pénzt látni, amiük van. És mi az, amiből egy tengerparti országnak sok van? Hát bizony halból. A délcsendes óceáni tonhalkereskedelmi szerződésből 1999-ben mintegy 9 millió dollár, vagyis mai árfolyamon számítva több mint 6 milliárd forintos bevételük volt, és a következő években ez az összeg mindig csak emelkedett. Az lehet, hogy Zala megyében ennyiből nem épül meg 1 kilométer autópálya sem, de Tuvalun kicsit mások az arányok, és ez rengeteg pénznek számít. És hogy mennyivel másabbak az arányok? Elég, ha térképen ránézünk Tuvalu fővárosára. Mégis miből lenne pénze egy olyan országnak, ami annyira kicsi, hogy a repülőtér elfoglalja a területe jelentős részét? Az ENSZ is látja ezt a problémát, és a legkevésbé fejlett országok csoportjában tartja nyilván Tuvalut. Kiemelve, hogy a külső gazdasági és környezeti problémákkal szemben rendkívül sebezhetőek, valamint, hogy nagyon limitáltak a lehetőségeik a gazdasági növekedésre, és hát nyersanyagaik sincsenek. Nemhogy értékesek, még értéktelenekből sem sok. A szigetország egyébként ausztrál dollárt használ, de mellette a kizárólag érmékből álló tuvalui dollár is hivatalos pénznemnek számít. Mégis milyen lehet élni egy ennyire elszigetelt, kicsi és szegény országban? Mondjuk úgy, hogy az élet ott igencsak nyugi. A kényelmi szolgáltatások száma továbbra is kevés, rendszeres áramellátás csak a Fő-szigeten van. Az országnak még saját újságja sincsen, a kormány mindössze egy rövid hírlapot ad ki. Tuvalun egyetlen rádióállomás érhető el, helyi tévéadás hiány pedig műholdas előfizetéssel lehet nézni egyes csatornákat. Az internet kapcsolat, mint érintettük, szintén nem olyan, mint amit mi Európában természetesnek tekintünk. A legtöbb tuvalui lakos alig néhány százfős falvakban él, gazdálkodással és halászással ütik el az időt. Persze ennek főként önfenntartási céljai vannak, exportra alig terem felesleg.
Ha szórakozásról van szó, a tradicionális zene és a tánca nyerő. Persze bejött a nyugati popkultúra is, de a hagyományok és a tuvalu identitás továbbra is stabilan kitart. A sportok közül a röplabda, a foci és a kriket viszi a prímet, elvégre volt brit gyarmatról beszélünk. Ezeket pedig akár a repülőtér kifutóján is lehet űzni, ami egy igazi közösségi térré alakul át, amikor épp nincs járat. Márpedig tudjuk, hogy az nem gyakran jön. Na de nézzük meg azt, ami neked, magyar embernek fontos lehet. Egyáltalán megéri turistáskodni? Ha nem sajnáljuk a pénzt az eljutásra, akkor Tuvalu egy egészen különleges úti cél lehet. Ja, és ez nem valami utazási iroda a szponzori blokkja, csak érdekesség. Itt nincsenek óriási vízesések, hosszú sétáló utcák, luxusvillák és középkori épületek vagy magas felhőkarcolók, de pont ezért nincsenek turista hordák sem, mint nagyjából bárhol máshol a világon. A szigetcsoport tele van érintetlen óceánpartokkal, és az egész ország rendkívül békés, gyönyörű és szeretetteljes. A víz alatti világ szintén káprázatos, ezért egy búvár szemüveget mindenképp megéri bedobni a bőrönbe. A fő sziget természetvédelmi területe a biológiai sokféleség tankönyvi példája. A természet egybefonódik az emberek mindennapjaival is, a barátságos helyiek pedig szívesen bemutatják ezt az életformát az ide látogatóknak. Örömmel látják a kevés ide látogató turistát az ünnepségeiken, hogy a vendégek minél jobban megismerjék az életüket és szokásaikat. Az ide érkezők több szálloda és vendégház közül választhatnak. Az egyik legnagyobb közülük a Funafuti Lagoon Hotel, ami a reptér közelsége mellett a tengeri lagúnára nyújt kilátást. Ha nem szeretnénk bőrigázni, célszerű a májustól októberig tartó száraz évszakban felkeresni Tuvalut. Ezen az időszakon kívül nagyon gyakoriak a heves esőzések, és gondolom te se szeretsz villámcsapások között a tengerparton feküdni. Ha szereted a halakat és a tengeri herkentyűket, akkor jó eséllyel imádni fogod a helyi gasztronómiát. Michelin csillagos éttermekről meg hasonló menő bisztrókról jobb, ha nem is álmodsz, ez nem az a típusú hely. Nincs itt luxus, de az alap dolgokat pont megkapod, és persze európai árszinthez képest apró pénzért teheted a helyi tengeri herkentyűket. Ha már árak. A bankkártyáddal nagyjából annyira fogsz itt menni, mint egy szép tengerparti kavicssal, így készpénzt mindenképp érdemes vinni magaddal. És szintén ne maradjanak otthon a gyógyszereid, mert ha nem is kedveled a magyar egészségügy általános állapotát, hidd el, hogy mi még mindig egy fejlett országnak számítunk Óceániához képest. Azonban a pár ott járt turista szerint a helyiek vendégszeretete kárpotolja az ilyesfajta hiányosságokat. Ha szeretnéd még valaha meglátogatni ezt a világtól elzárt paradicsomi helyet, érdemes lesz sietni. De nem attól kell félni, hogy hamarosan turisták árasztják el, vagy hogy beépül nagy szállodaláncokkal. Mégis mi vethet véget a sziget létezésének? Mint arról szó volt, az ország igazából teljesen a tengerszinten fekszik. Tuvalu az óceánok szintjének emelkedése miatt már napjainkban is a klímaváltozás keresztüzében áll és várja a sorsát. Az elmúlt 30 évben a tengerszint 15 centit emelkedett, az áradások pedig már most is gyakoriak. Tuvalu csoportja a 22 legveszélyeztetettebb csendes-óceáni sziget közé tartozik, és könnyen lehet, hogy a mostani gyerekek az utolsók, akik még a szigeten élhetnek, és ápolhatják annak kultúráját. Tuvalu próbál mindent megtenni a jövője érdekében, igyekszik minimalizálni a környezet terhelését, fenntartható turisztikai projekteket és a tenger élővilágát védelmező programokat támogatnak. Szép dolog, de ennyire kis országként a tengervíz emelkedését megállítani nem tudják. Az egyedülálló szigetcsoport sötét jövő előtt állhat, ezért fontos lenne, hogy valós és fenntartható megoldást találjanak az életben maradásra. Tuvalu miniszterelnöke már elő is állt egy első hallásra hajmeresztő ötlettel. Annak érdekében, hogy az ország nem újjon el nyomtalanul, átvinnék azt a digitális térbe. Igen, jól hallottad. Az ötlet szerint műholdképek és drónfelvételek alapján újra megalkotnák az országukat. Tuvalu 2.0 pedig nem a csendes óceánban, hanem a metaverzumban kapna helyet. Az elképzelések szerint a helyiek így ezután is találkozhatnának egymással, és a technológia segítségével Tuvalu még akkor is egy ország maradna, amikor már az utolsó szikla sem látszik ki a vízből. Meg hát fontos része lenne a történelemnek, hogy az emberek meg tudják nézni, mit is veszítettünk. Biztos, ami biztos, érdemes még azelőtt felkeresni, hogy elnyelni a tengerszint emelkedése. Bár a turisták száma a nulla közelében van, ez ne riasszon vissza senkit se. Kevés ennyire tradicionális, elzárt, barátságos és gyönyörű helyet lehet találni manapság a világban, mint amilyen Tuvalu. Persze nem csak Óceánia kis szigeteit veszélyezteti az emelkedő tengerszint. Rengeteg partmenti terület és nagyváros kerülhet víz alá, még ebben az évszázadban, sőt, akár 2050-re. Ha érdekel, hogy alakulhat át bolygónk felszíne, kattints a képernyőn látható videóra. Örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük a támogatást minden csatornatagnak.